Virtual Olympic Series-t, pontosabban az Olympic Virtual Series-t április-ben jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Egy igazán hideg zuhanyként érintett minket is. Lehetett korábban haladni, itt szakmai berken belül mi, nekünk volt olyan információnk, hogy nagyon nagy bejelentés előtt áll a projekt, de nem gondoltuk azt, hogy az olimpiáról van szó, legfőképpen azt nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan bekerül a programba. Egészen elképesztő volt, kellett egy jó pár nap, mire feldolgoztuk mi is így szakmabeliek, a versenyzőkről nem is beszélve. Ugye Blazsán Patrikról beszélünk, akik benne vannak a szimulátorozásban a hazai szinten, de úgy gondolom, hogy az egyre többen ismerik meg az ő nevét. Ugye Patrik az, aki az olimpiai döntőbe bekerült, a kvalifikációban egy szenzációs 5. helyezést ért el az EMEA régióban. Igazániból mi nekünk a legfontosabb célunk az volt, hogy a HUNESZ tapasztalataira alapozva egy olyan újfajta együttműködést, mondhatom így, indítsunk el a mai nappal, amelyben az e-sportot, mint egyfajta üzenőközeget és az automotorsportnak egy szurkolói bázisát is kitágító, vagy az érdeklődőket minél nagyobb számban bevonzó lehetőséget teremtsünk. Azt gondolom, hogy a hagyományos sportvilághoz való közeledés az mindig is egy kitűzött, egy olyan fontos kitűzött célja volt a HUNESZ-nek, amivel közelebb tudjuk hozni azokat a hozzánk hasonlóan gondolkodó sport és sportversenyekbe, sporteseményekbe, sportszabályzatokba gondolkodó közönséget. Ilyen szempontból az autó- és motorsport az adta magát, hiszen egy olyan közege az e-sportolóknak, akik egyébként ehhez a világhoz kapcsolódnak, ami egy ilyen közös metszete tud lenni a hagyományos sport és az e-sport világának. Híres a játék a grafikájáról, az élvezhetőségéről, illetve ami még nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy szintén nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az olimpiai programba került, az az FIA-val közösen fejlesztett büntetési rendszer, ami integrálva van a játékban. Ez a büntetési rendszer az, ami teljesen átláthatóvá és kontrollálhatóvá teszi a játékot kompetitív módban. Az az igazság, hogy szerencsénk van olyan szempontból, hogy van két nagyon pozitív példánk, ugye a két Norvi, a Mihelis Norvi és a Kis Norvi, akik a szimulátor bajnokságból nőtték ki magukat ugye az igazi versenyligába, és ugye jelenleg is meg tudják mutatni, hogy a szimulátor bajnokságban ott esetben nem is verhetetlenek, mert azért a ifjú titánok ugye a nyomukban loholnak, de azért meg tudnak szorongatni még mai napig bárkit, úgyhogy az igazi versenyfejen pedig világbajnokokról beszélhetünk. Nekünk az lenne a célunk, hogy minél inkább azt lássuk, hogy a versenypályán történő reakcióidők, azok teljesen hasonlatosak ahhoz, ahogy az e-sportban manapság már látjuk. De mégiscsak legalább arra már alkalmas lehet ez a merítés, hogy ezeket a játékosokat beültessük mondjuk egy Hungaroringen tervezett igazi körös versenyautóban, és ott már ki fog jönni az a lehetőség, vagy éppen a különbség, ami azt adhatja, hogy valakivel érdemes tovább menni az igazi versenyautós feelingben, van akivel meg egyébként maradunk a szimulátor bajnokság szintjén. A Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól megkapta az olimpiai licencet a Gran Turismo e-sport játék. Így a történelemnek lehettek szem- és fültanúi, akik követték az Olympic Virtual Series versenyeit. Ez volt az első alkalom, hogy magyar e-sportolónak szurkolhattunk az olimpiához közvetlenül kapcsolódó eseményen, ugyanis Blazsán Patrik bejutott a világ legjobb pilótáit felvonultató döntőbe. Az olimpiai finálét 2021. június 23-án rendezték meg. A digitális sport kulcsfontosságú szempont, a NOB reméli, hogy bevonza a fiatalabb rajongókat és versenyzőket. A Gran Turismo olimpiai programba való felvétele nem csak az e-sport vonalat képviseli, ugyanis a motorsport nem része az olimpiáknak, bár nem hivatalos minőségében része volt az 1900-as párizsi nyári olimpiának. Így ez a motorsport, mint olimpiai esemény debütálása is egyben, ami szintén mérföldkőnek számít. Blazsán on the outside, Hizels driving in there as well, side by side with Miazono as this contact, and somehow Baptiste Beauvoir wins race 2 of the Olympic Virtual yes! Series Motorsport event. Blazsán comes home second, Miazono in third. Blazsán Patrik élete első olimpiai döntőjében rögtön a negyedik helyig száguldott előre, amivel beírta magát az e-sportok történelem könyvébe. Az olimpiai döntő újfent igazolta a versenyképes magas színvonalú játék létjogosultságát, amivel sporttörténelmet írt a Polyphony Digital játékstúdió.